Stockholm, Halmstad, Göteborg, Jönköping, Malmö és Halleberja. Jelenleg ezekben a svédországi városokban teljesítenek szolgálatot a KCP-sek, vagyis a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai az Abba országában. A helyszín Halleberja, nagyjából félúton a főváros és Göteborg között. Az esemény pedig a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének őszi közgyűlése. Idén először van ösztöndíjas a Halleberjének. Csaba saját bevallása szerint kicsit aggódott attól, hogy sokat lesz egyedül, de szerencsére nem így történt. Hát először is én azt hittem, hogy itt magányos leszek vagy valami, de megmondom őszintén, hogy május végétől itt nem nagyon volt idő unatkozásra. Majd esetleg talán október közepe, vége fele leáll a dömping, de addig minden hétvégén van mit csinál, és ugye közben is a különböző vendégek, táborozók érkezése. Akikre sokszor még főzni is kell, hiszen Csaba profi szakács is egyben. Most is van dolga bőven, hiszen a Halleberjai Központ egy új épülettel gazdagodott, és sok vendég érkezett az ünnepélyes átadásra. Szinte már hagyomány, ha lehet ezt mondani, hogy összejönnek a svédországi ösztöndíjasok, mielőtt ténylegesen munkába állnak majd. Ezáltal egymást is, mentorukat is jobban megismerhetik. Igazából én már többször is próbálkoztam bekerülni a programba, és aztán tavaly sikerült ugye így először. A fogadószervezetem a Tavaszi Szél Kulturális Egyesület, ez Göteborgban van helyileg, és én is ott teljesítek szolgálatot. A mentorom, a Kovász Női Ádám, mert minden ösztöndíjasnak van ugye egy mentor, aki segíti őt, így találkozunk, igazából időnként értékeljük az adott hónapot. A KCP ösztöndíjasokkal kapcsolatban elszeretném azt, hogy én mint mentor azt mondom elsősorban, hogy az, aki ösztöndíjas, ne csak adjon, hanem kapjon is. Tehát legyen egy fejlődése, amikor visszamegy, akkor valamit úgy érezze. Úgy. Most azért, hogy ezt a fejlődést elérjük, minden hónap végén szoktam az ösztöndíjasokkal tartani egy beszélgetést, és ez a beszélgetés során akkor mindig ugye megtárgyaljuk, hogy mi a program, mi az, amiben tudnak segíteni. Marian duplázik az idén, mivel már másod ízben teljesít szolgálatot az északi országban. Svédország nagy szerelem számomra. Úgy kerültem ide, hogy az anyanyelvi táborba hívtak meg önkéntesként. Civilben tanítónő vagyok, úgyhogy szükség volt egy ilyen anyanyelvi támogatóra. Aztán ott hívták fel a figyelmemet erre a programra. Egy másik fiatal lány, szintén duplázós. Igaz, ő először Ausztráliában volt a KCP programmal. Idén, mikor úgy döntöttem, hogy újra beadom, akkor Európában néztem szét, és nagyon sokan ajánlották az itteni közösséget, hogy igazán élmény itt dolgozni. És akkor mi Magyar Házban egy hete megérkezett az új Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjassa. Nagyon örülünk neki, és nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ilyen jelentős segítséget nyújt a magyar állam. A svédországi magyar egyesületeknek, szervezeteknek hatalmas segítséget nyújtanak a fiatalok. Réka már készül a nemzeti színű szalag megírásához, amit majd az arra illetékesek vágnak át az új központ átadásakor. Én nagy reményekkel jöttem ki ide Halmstadi ügyi körzetbe, mert hallottam már hírét, hogy itt nagyon jó kis közösségek vannak, és hogy nagyon pörgős itt a magyaroknak az élete. Úgyhogy reméltem, hogy ezt fogom tudni segíteni tovább. És egyébként ezek az előzetes hírek, ezek igazolták önmagukat, és valóban így van. Jönköpingben fogok szolgálatot teljesíteni, illetve Borozban. Jönköpingben főleg azt hiszem, hogy gyerek programokat fogok csinálni, elkészíteni és levezetni. Borozban pedig inkább a felnőttekre helyeződik a hangsúly, és nagyon remélem, hogy lehetőségem lesz arra is, hogy egy kicsit néprajzi témájú előadásokba is akár belemenjünk. A Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai nagymértékben hozzájárulnak az egyesületi élet élénkítéséhez, változatossá tételéhez, újabb érdeklődők megnyeréséhez,
a gyermekek magyar közösségi életbe történő bevonásához. Nagyon-nagyon felkészült, és tényleg olyan hozzáállással jöttek ki, ami a munkánkat rendkívül elősegíti. Hát ugye ezt mi mindnyájan, hát úgy mondjam, amatőrként csináljuk, viszont vannak olyan programok, amelyekre jó, hogyha ha a profi programlevezetők vannak, gondolok itt a gyerekfoglalkozásokra, anyanyelvi foglalkozásra, táncházakra, és a természetesen az adminisztrációban, ami az utóbbi időben mind nagyobb és nagyobb terhet ró ránk. A többi között ebben is segítenek majd nekik az ösztöndíjasok. A fogadó szervezetek tagjai már tudják, hogy sok mindenben számíthatnak rájuk. Immáron 7. éve.